Sebestyén Márta Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes, a Fölszállott a páva zsűri tagja, és egyáltalán nem utolsó sorban az Isteni Kéz című dokumentumfilm nagykövete a vendégünk. Ez itt csak a mi estét kívánok, művésznő. Jó estét kívánok. Mezei Ferencről, Csángálóról szól ez a film, vagy egy nagyra tárt ablak, amin keresztül betekinthetünk az erdélyi roma közösség életébe? Hát is, de tulajdonképpen Feri bácsi sorsán, szomorú sorsán keresztül nagyon sok mindent megérthetünk az életről, és talán magunkba is nézünk. Nagyon szívszorító film, tehát szép film, és nagyon emberi. Én azért örülök különösen, hogy ennek a filmnek lehetek a szószólója vagy nagykövete, mert viszonylag ritkán kerül szerintem filmre egy ilyen történet, és a dokumentumfilmeknek ugye az a csodája, hogy az élet írja a forgatókönyvet, és nem valami szuperagyú író, hanem az élet adja lehetőséget. Hát Feri bácsi sorsa, és ez a hagyományőrző közeg, ez a népzenei közeg egy kis erdélyi faluból azért nem mindenki számára ismerős, így viszont most lehetőség nyílik egy nagyra nyílt ablakra is. 5 éven keresztül forgott ez a film, és ennek az 5 évnek a termését sűrítették be 71 percbe. Hogyha megpróbál eltekinteni attól, hogy egyébként személyesen is ismeri a falu zenekarát, akkor érzelmi értelemben súlyosnak tartja? Hegyek és völgyek kerültek ebbe a 71 percbe? Hegyek és völgyek szó szerint, mert belekerültek ugye olyan felvételek, ahol ereje teljében muzsikál ez a zenekar, és utána az a szomorú valóság, hogy az idős beteg zenész már képtelen ellátni azt a feladatát, ami az élete értelme. Én emlékszem arra... Mert közben kiderül Feri bácsiról, hogy Parkinson-kóros. Parkinson-kór, hát ugye egy zenésznek ez maga a tragédia, a végzet, amikor nem mozog az a csodálatos kéz, amit akár nevezhetnénk isteni tudású kéznek is, amiért messze földön jártak hozzá külföldön is, hogy megtanulják tőle a technikát. Én emlékszem arra a világhírű cellóművésznőre, Jacqueline Dupré-re, akinek szintén az élete csúcsán támadta meg a szklerózis multiplex, hát az egy tragédia, tehát őről a filmet, ahogy láttam, Feri bácsi életében pedig egy egyszerű falusi zenészben, de ugyanaz a tragikus sors és ugyanaz a végzet. Mindnyájunk számára nagyon szomorú, hogy ez így alakult. De... És aztán jön a közösségi érdek, ami felülírja az egyéni érdeket, a primás kiteszi a zenekarból. Hát valóban ez egy nagyon praktikusnak tűnő és elkerülhetetlen lépés, ugyanakkor már szívtelennek is tűnik, de hát nincs mit tenni. Sok zenész van abban a faluban, ezek generációról generációra tanulják és öröklik egymástól ezt a tudást, és hát szinte 3-4 zenekar is kitelne, annyi jó zenész van, de Feri bácsi, Csángáló közülük is kiragyogott, viszont praktikus okokból nyilván, hát a primás, a Dumnezó kirakta akkor a zenekarból, mikor már nem lehetett tovább ezt a remegő kezet így használni. Úgyhogy nagyon szívszorító, és a mindennapos imádsága, hogy Feri bácsi mégiscsak bízik abban, hogy valami lesz, de a szeretet, ami körülveszi a feleség, a családja, és az egész falu közössége részéről, az mégiscsak emeli és megtartja őt, és olyan gyönyörű pillanatok ezek a reménytelenség és a remény, az egykori sikerekre való emlékezés, a súlyos és fájdalmas valóság között, hogy komolyan mondom, az embernek a szívét facsargatja ez a film, és egyszerűen mosolyog és sír, és én emelkedett szívvel jöttem ki a sajtóvetítés után, és ajánlom mindenkinek, hogy aki teheti, nézze meg a február 1-i, 2-ai vetítések valamelyikén. Kettős értelmű a film címe, az Isteni Kéz, mert ahogyan is utalt rá, szólhatna ez akár Feri bácsi kezéről, ami isteni képességű. De mégis azért csak az az érzés az embernek, hogy az Isten közbeavatkozásáról is szól ez a cím. Egészen biztosan, igen. Tehát így is és úgy is lehet érteni. Hát biztosan közbeavatkozik, mert ő ebben is bízik. Hát mi másban bízzon egy ilyen mélyen hívő ember? És az a sok-sok ember, akit ő évtizedeken keresztül szolgált a csodálatos muzsikájával, és amit amíg csak él, akármilyen remegő kézzel is még próbál szolgálni, hát azt hiszem, hogy akik őt ismerték, nem csak a magyar táncazas körök, de határainkon messze túl is, ők ezt a filmet nagyon komolyan fogják venni, és ahogy csak lehet, segítjük idős betegmestereinket, az ő javukra minden évben történik ilyen jótékonysági koncert is a Hagyományok Házában. Egyébként 22-én februárban élőben látható lesz a még mozgékonyság zenekar Szász Csávásról, és a Zsoltár éneklős bácsik, ami a másik csodája Szász Csávásnak. A fiatal filmesnek pedig ehelyett is gratulálok, mert csodálatos dolog, hogy ő, aki ott nőtt föl, ezt ilyen sok érzéssel, finom érzékkel,
és ennyi emberséggel és szívvel meg tudta oldani. Sós Ágnes vette a szárnya alá, és aztán ő így került most 5 évnyi forgatás után a Budapest Filmfesztiválra. László Barna, jegyezzük meg a nevét. Tudja, az az érdekes, hogy adott egy alig 900 lelkes falu, és ez a falu kitermeli a maga világhírű zenészeit, és ezek az emberek bejárják tényleg, az a kontinensek között utazgatnak. És aztán mindig visszatérnek ebbe a 900 lelkes faluba. Föl sem vetődik az, hogy a jólétet biztosító Nyugaton telepedjenek le? Nem vetődik föl, hiszen ők ezt a közösséget szolgálják, ők oda tartoznak, ők hazajönnek. Hát, tehát egész más, mint a szórakoztató iparban lévő zenész, az persze akár évekre is elmegy, ugye, tengerjáró hajóra ide-oda, és nagyon jól keres. Ez egy egészen más dolog. Tehát ez egy mélyen gyökerező hagyomány, és egy ilyen zenész ember, ez holtáig fogja szolgálni azt a közösséget, ahova ő tartozik. Kicsit beszéljünk pár szót azért a zenei trendekről is. A zenei korok, hullámok közepette is megmarad ez a tradicionális vonós hangzás? Mindaddig, amíg egy közösség igényt tart erre, addig megmarad. És itt nagyon erős az igény erre, ezért nem változik. Persze nyilván változott az elmúlt századokban, hát nem tudjuk, hogy milyen lehetett 200 évvel ezelőtt, valószínűleg, hogy a reneszánsz és a barokk korban terjedt el ez a fajta vonós muzsika. De az, hogy így maradt meg ebben a gazdagságában, az csak is azért lehet, mert a közösségnek, a helyi közösségnek igénye van erre. És ezért hívták ezt a zenekart Messzeföldre és muzsikálni lakodalomba, hogy ezt a zenét hallják, ezt a muzsikát. De a fesztiválon nem csak ez az egy film lesz, hanem nagyon sok másik is, a világ rengeteg más pontjáról. És tudom, hogy van, hát ha nem is azt mondom, hogy a személyes kedvence az Isteni kéz, maradjunk ennyiben. Igen. De van más, amit nagyon szeret. Hát nagyon kíváncsi vagyok mindjárt a vízbemutatóra, a megnyitóra, a macedón filmre, a Méz királynőre, de hogy láttam, van svéd film, aminek Miklós Erika énekes kolléganőm a nagykövete egy idős díváról, ez is biztos egy nagyon érdekes történet, illetve afrikai nők helyzetéről, nagyon-nagyon változatos országokból különböző történetek, szerintem a közös nevező a milyen emberi történetek és az igaz történetek, hiszen ezek a szereplők valóságosak, nem fikciós történetek. Művésznő, nagyon köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást.